Szeretnék üdvözölni mindenkit egy igencsak rendhagyó videóban. Ugyanis egy, egy külön felületet szerettem volna létrehozni annak, hogy, hogy, pontosan milyen fotózási és videózási képességei vannak ennek a két telefonnak. A két telefon természetesen a TCL 10 Pro és a TCL 10 L. Azért gondoltam ezt egy külön videóban, Légy Ez azért is akartam elszeparálni a videótól, mivel egy egészen érdekes kérdéskörbe megyünk bele, amikor arról beszélünk, hogy milyen kamera van egy telefonban, hiszen Valljuk be, manapság az ember egészen sok mindent elvár attól a kis kütyűtől, ami a zsebében van. És legyen az egy, egy iPhone, egy, 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 Xiaomi telefon, vagy akár az asus a ROG Phone-ja, mindegyiknek van egy kamerája, amire rá vannak írva a számok, és akkor az ember az elvárattól a kamerától valamit. Én azért tartottam nagyon érdekesnek pont ennél a két telefonnál, hogy a TCL telefonoknál kiemelni ezt a dolgot, mivel a TCL-nek ez a két igazából első nagy okos telefonja, amit megjelenítettek. És bár egyik sem csúcs kategóriába helyezhető, mind a kettő egészen jól ta tartotta magát, illetve egészen jól állta a sarat, ami kamerákat illet. De még miatt túlságosan sokat beszélnek egy elméleti dolgokról, nézzük meg, hogy pontosan milyen képeket sikerült velük csinálni. A fő különbség a kettő között az elsőre hallat, hallatjára ugye a dolgnak az volt, hogy 64 megapixeles képeket készített a Pro, Míg ugye a sima 10L az 48 megapixeles maximális felbontású fotókkal ö, ugye számunkra. A nagy különbség azonban nem a felbontásban, hanem a képeknek a minőségében volt. Hogyha szépen sütött a nap, már pedig szépen sütött a nap, akkor láthatjuk, hogy a 10 Pro az sokkal nagyobb dinamika tartományjal dolgozik, mint a 10L. És ez nem csak felbontás függő, ez bizony magának a szenzornak a minősége, ez magának a képfeldolgozó algoritmusnak a hogyanja és miértje, és itt láthatjátok, hogy sokkal több részletet látunk az árnyékokban, az ég is egy kicsit még sötétebb, tehát hogy minden egyes fényértéket sikerült úgy összehúznia egy képre a telefonnak, hogy amit fotóztunk, azon a lehető legtöbb információ meg legyen tartva. Szerintem ez egy kifejezetten jó példa arra, hogy megmutassuk, hogy igenis nem csak ugye az számít, hogy hány megapixeles egy kamera, hanem az, hogy bizony milyen gondolatok, illetve milyen algoritmusok futnak mögötte, de érdekes módon ez nem volt konzisztens, tehát a, a 10 Pro az nem arról volt híres, hogy ő mindig a lehető legjobban összehúzta ugye a dolgokat, és a legnagyobb dinamika tartománya dolgozott, hanem ő megpróbálta mindig azt a képet elkészíteni, ami a legjobban néz ki szerintem. És hogyha megnézzük például ezt a levelet, akkor láthatjuk, hogy ha ránagyítunk, akkor nem feltétlenül látszik az, hogy hú, ez a 64 megapixel sokkal több dolgot jelenít meg, mint a 48, mert egyébként nagyon nem venné észre a különbséget így felbontásban a kettő között. szóval hogyha megnézzétek, sokkal élénkebb zöldeket használ, ugye, a jobb oldalt lévő 10 Pro, és minden kép és videó, ami meg fog ebbe a videóban, jobb oldalt a 10 Pro, baloldal pedig a 10L lesz. Ahogy láthatjátok, a kép az sokkal élénkebb színeket használ, míg ugye a 10L egy ilyen kicsit pasztelosabb... Ö tehát megjelenésű képet készített. Ez nem azért van, mert a 10L rosszabb, a 10L itt közelebb van a valósághoz egyébként, viszont a 10Pro egy szerintem sokkal inkább prezentálható fotót készített. Nyilvánvalóan az embereknek a ízlésétől is függeni fog, de ez valami, amit szerintem figyelme kell vennünk. Aztán csak gyorsan meg szeretném említeni, mindenkit a, a telefonon van egy makrokamera és a 10 pro egy jobb makrókamera van, ahogy láthatjátok a szövetnek a kis szálai, azok sokkal jobban látszanak a 10 Pro, mint a 10 ellen, ezt felejtsük is el, nem szeretek makrókamerákról beszélni, mert én nem tartom őket annyira fontosnak, hogy, hogy így igazából egy létjogos legyen, szóval szerintem haladjunk is tovább erre a virágra, amit itt lefényképeztem. És itt kettő dolgot kell megfigyelnünk. Az egyik, hogy annak ellenére, hogy egy kicsit világosabb lett a kép a 10 Pro-nál, Mégis olyan érzésed van, amikor ránézel a képre, hogy ez, itt mindent látok, amit látnom kell. És ha megfigyeltek a zöldet, illetve a háttérben lévő ilyen lilás, rózsaszínes virágot, az sokkal élénkebb, sokkal jobban poppol, mint a 10 l az esetében. Illetve itt meg lehet figyelni, hogy ha a képekre, hogy a 10 Pro az egy kicsit jobban kiélesítette a képet. Ez egyértelműen látszik, hogy az utólagos szoftveres élesítés volt. Viszont attól függetlenül nagyon is jól látszik, hogy ez egy szebb, tisztább és élesebb fotó lett, mint amit a 10 el készített. Itt, itt, egyszerűen ismét a színeket szeretném kiemelni, a telefonon tükröződő ég, illetve az asztalnak az ilyen narancsos, barnás színe sokkal jobban ugrik ki a 10 Pro-nak a képéből, mint a 10 L-éből. Ahol én azt vettem össze, hogy egy kicsit túlzásba viszi a 10 Pro a dolgot, az akkor, hogyha egy nagyon színes ö, tárgyat rakunk ugye elé, van nekem ez a gyönyörű szép narancsárga Trabant autó, e, és hogyha megnézitek, a kép szerintem élesebb és sokkal e, jobban ugrik egyet a 10 pro viszont az én ízlésemnek egy picit már túlságosan és színes. Ez már az a szintű túltolása, hogy a különböző szaturációs szinteknek, ami szerintem már nem annyira élvezhető, szóval én ezt így hanyagolnám. Még valami, amit nagyon gyorsan csak meg szeretnék említeni, az a selfie kamera, ami valamiért, nem, nem tudom, ez tipi, tipikus az a helyzet, hogy az arcodat én ki fogom most emelni. A 10L az látszólag olyan fotókat csinál, amiben az egész képet megpróbálja megtartani, ugye, hogy látszódjon legalább, hogy mi van mögötted, ezzel azonban azt éri el, hogy az arcod egy kicsit sötétebb lesz, hogyha hátulról kapsz fényt. Még a 10 r az, az letolja, hogy hátra az fényt, és kapsz egy ilyen nagyon durván kirobbantott hát, hátteret, viszont az arcod az, az szép világos, illetve mind a támogatja a portré módot a telelapon, szóval az is király. És ha már portré mód, akkor megnézhetjük a hátlapi portré módunkat is amit, hogyha megfigyeljük ugye a 10 ellen, ő neki nincsen telefotó optikája, szóval ő egy ilyen széles portréfotót fog készíteni, míg a 10 Pro, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk az iPhone-ok -ok csinálják, ugye mióta van benne egy telefotó optika, ugye ilyen benagyított portréképet csinál az emberekről. A 10 r az szerintem jobban néz ki ebbe az esetben, Mind a kettő egészen jó portréfotókat csinál, nyilván nem fog tőlük hátas dobni, mert a körbevágás az nem tökéletes egyik képen sem, Azonban szerintem teljesen jó szóval, ja, kíváncsi volt, hogy melyiknek a képelet sokkal élesebb, és mint kiderült, kb. egy szinten vannak, talán egy minimálisan látható, hogy egy, mintha egy hajszállal élesebb lenne a jobb oldali képünk, ugye a 10 próval, de nem, nem annyira feltűnő. Szóval nem kell azon adni, hogy ú, 61 megapixeles az a kamera, sokkal, de sokkal fontosabb az, hogy milyen képeket csinál. És ugorni szeretnék egyébként egyből a videókra is. Ahol annyit kell tudnod, hogy Full HD-ban normálisan működik a stabilizátor mind a kettő kamerában, míg hogyha 4K videót nézünk, akkor láthatjátok, hogy 4K-ban nem éppen a legstabilabb egyik videó semmit. Hogyha valami elektronikus stabilizátor működne a 10 próban, de egyébként nem, tehát ez nem kell félreérteni, ez egyszerűen csak az én hihetetlen stabil kezem. És amit meg tudtok figyelni egyébként a videónak a legelején, ezt le is lassítom nektek, hogy amikor a telefon rezeg, tehát mondjuk kaptok egy értesítés videózás közben, vagy a telefon azt mondja, hogy uh, uh, merülök, vagy ilyesmi, és akkor rezeg egyet, az egy olyan hullám effektet csinál a képernyőre, ugye a rolling shutter miatt, hogy, hogy tehát én ilyet még szerintem sehol nem láttam, de nagyon szórakoztatóan néz ki. Illetve... Hogy, hogy a videóról van szó, és egy nagyon napos felvételt nézzünk, akkor látható, hogy bizony a 10 Pro az itt szerintem túlzásba viszi ezt a, ezt a képnek a leegyszerűsítését, ugye a magas dinamika tartománya meg minden. Látszik egy ilyen kis vibrálásszerűség a képen néha ugye egyes pillanatokban, amikor olyan, mintha nem tudná eldönteni, hogy pontosan milyen világosnak kéne lenni a felvételnek, illetve ahogy láthatjuk a 10 ellen, Ezekre a virágokra rásütött a nap és a 10L megjeleníti azokat a világos spotokat ugye a virágon, ahol a napsütés az visszacsillanik róla. Még a 10 Pro az ezt teljesen megpróbálja elmaszkolni, és csinál bele egy ilyen összemosott rózsaszín pacát. A 10 l nek a képe az nekem sokkal jobban tetszik. És hogy amit meg szeretnék említeni, azok a lassított felvételek, ugyanis mind a ketten ugye tudnak full hd -s. 240 FPS-es lassítást felvenni, ahol ismételten láthatjuk, hogy sokkal jobb dinamika tartománya van a 10 Pro-nak, és ez így bizonyít jól is jön, mivel láthatjuk, hogy a képnek a minőség az tényleg sokkal jobb, az árnyékok azok kiugranak és mutatják, hogy egyébként ott van valami részlet is, és nem csak egy fekete paca, illetve én is, mint az alak, aki fut a kamera felé, látszik, hogy az arcomnak egy bizonyos része az teljesen el van takarva a 10 ellen, míg a 10 Pro-n látszik, hogy bizony nagyban vigyorgok. Ha pedig szuperlassításról beszélünk, szuperlassítás csak a 10 Pro esetében érhető el, szóval igen, tehát hogyha látjuk, hogy milyen szép nagyot ugrok, egy, 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 egy igen, igen, nagy lassítást érünk el, hogy ez a 960 fps-sel, ez egy interpolárt felvétel, ami azt jelenti, hogy itt igazából nem történik 960 fps-es felvétel, ez kb. 480 fps, csak ugye úgy van kidolgozva, hogy minden második képkocka, az egy átlagja az előtte lévő és az utána lévő képeknek ezt rengeteg telefon csinálja így, az eddig nálam lévő salmi telefonoknak a nagyon-nagyon nagy része, amit próbáltam is szuper lassítva, az pontosan ugye ezt a taktikát alkalmazta. Emiatt néz ki nagyon érdekesen néhány ö, képen a kezem, amikor ugye emelkedik föl a kezem, látszik, hogy néha egy ilyen nagyon érdekes úráson megy keresztül, mint hogyha valami nagyon fura átmeltet raknék a videóra. Ez azért van, mert az, az a kép, a kocka, az soha nem létezett. Szóval ennyi is lettem volna ebben a mai videóban, ami tetszett ez a tartalmat, akkor nyugodtan nyomtak rá egy lájkot. Nem hiszem, hogy Mostában túl sokszor lesz még ilyen, csak gondoltam most szeretnék egy ilyen kis öm, különleges érdekességet így elhozni nektek, ha már itt vagyunk. Szóval, nektek jók, és sziasztok!